Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Korábban bemutattam már nektek a KeyLife különböző gamer perifériáit, amik nagyjából le is fedhetik egy játékos igényeit. Vannak olyanok is, akik valamilyen oknál fogva nem headseten, hanem hangszóron keresztül szeretik hallgatni a játékokat, vagy egyszerűen inkább szükségük van valamire, amin YouTube videókat, filmeket, zenéket tudnak hallgatni, és ha már egyszer minden villog az asztalon, akkor nyilván egy olyan hangfalpárt fognak választani, amiben szintén található némi RGB megvilágítás, és lehetőleg nem szól rosszul. Nos, ilyen hangfalpár a KeyLife Gamer 2.0 speakere. A hangfal doboza már megszokott feketés-zöldes színvilágban pompázik, mind az elején és a hátulján látunk pár fontosabb paramétert magáról az eszközről, és felnyitva a doboz fedelét, egyből a hangfalak fogadnak minket, átlátszó fóliába csomagolva, és mellette találunk egy többnyelvű és eléggé hosszú leírást a használatáról, illetve részletes specifikációiról. A két hangfal méreteit tekintve eléggé nagy, ugyanis egyenként 78x105x175 mm-esek, és mivel érződik, hogy van is bennük anyag, így nem csoda, hogy a kettő együtt majdnem 1 kilót nyom, egészen pontosan 750 g-ot. Felépítését tekintve műanyagház borítja leginkább, nyilván a hangszórók előtt fémrácsot kapunk, és túl sok gombot, kapcsolót ne keressünk sem a jobb, sem a bal oldalain, ugyanis mindössze egy bekapcsoló és egyben hangerőszabályzó gombot kapunk az eszköz egyik hangfal hangszórójának az elején, és ugyanennek a hangszórónak a tetején található egy kis villanykörte ikon, amit megérintve ki és be tudjuk kapcsolni a hangszóró körülötti RGB LED fényeket. A hangfalakat egy eléggé hosszú kábellel tudjuk bármilyen 3,5 mm-es jackhajzattal rendelkező eszközbe dugni, ám a mellette lévő USB-s kábelt se felejtsük el, vagy a géphez, vagy valamilyen adapterhez csatlakoztatni, ugyanis erről fogja kapni majd a tápot. Semmiféle telepítés nem igényel természetesen, tehát csak bedugjuk az említett csatlakozókat, és már szólhat is a Korda Gyuri. A hangfalakban 2x2,5 inches 3 wattos hangszórók helyezkednek el, melyeknek a frekvencia tartománya 160 Hz-től 20.000 Hz-ig terjed, a jelzaj viszonya pedig 43 decibelnél nagyobb, amikből persze még nem derül ki, hogy pontosan milyen hangzása is van a hangfalaknak. Ez a következő videóval szemléltethető lesz, ahol próbáltam összehasonlítani egy az asztalom alatt lévő, szintén 2.0-ás és hasonló árcédulával rendelkező OK márkájú soundbarral. Nézzük is, hogy hogyan szóltak. Nos, azt szerintem bizton állíthatom, hogy két hangfal nagyjából hasonló eredményt ért el a hangzásban, mindkettőnek igen nagy a legmagasabb hangereje, alapzaj sem hallható sem zene közben, sem alapjáraton, és mivel 2.0-ás termékekről van szó, így nagyon azon se lepődjünk meg, hogy basszus nem fogunk olyan sokat kapni, de ahogyan azt tanult informatikusok mondanák, ez egy feature és nem bug. Hogyha választanom kéne a két hangfal közül mondjuk, akkor nehéz helyzetben lennék, mert a hangzása ugye mindkettőnek szinte azonos, még az áruk is megegyezik, ugyanis a KeyLife 5999 forintba kerül jelenleg. Talán a megjelenésük lehet a döntő, illetve a gémeres külső, mert ha ez a fontos, akkor mindenképpen a KeyLife hangfalai lesznek a nyerők. Összességében tehát azt gondolom, hogy durván 6000 forintért egy egészen jó hangfalpárost kapunk, árértékarányban szerintem mindenképpen megéri, és bátran tudom ajánlani bárkinek, aki egy nagyjából belépő szintű hangfalra vágyik, csodát ne várjunk tőle, de csalódni biztosan nem fog benne senki. Azt továbbra se felejtsétek el, hogy a KeyLife termékei kizárólag az Osan áruházakban érhetőek el, mivel saját márkás termékről van szó, így vagy személyesen, vagy online tudjátok megrendelni, a hangfalakat pedig ezúton is köszönöm nekik. Én ennyit szerettem volna mondani a KeyLife 2.0 gaming hangszóróiról,
Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, ha pedig bármilyen kérdésetek, kommentetek lenne, azt megírhatjátok a videó alatt, Facebookon vagy pedig a techbarat.hu weboldalon is. Maradjatok velem, hiszen hamarosan jövök újabb tesztekkel és játékokkal, addig is, sziasztok!